Erő, dinamika, alázatosság, csapatösszetartás és egy fanatikus edző. Ezek azok a tényezők, amik a 2014-15-ös idényben a Teva Gödöllői női röplabda csapatánál összeálltak, és aminek hozományaként a klub történetének az egyik leghosszabb, 13-as győzelmi szériájának lehetünk szemtanúi. Ezek után nem is lenne csoda, ha Gödöllő városának hosszú évtizedek után bajnoki címet szereznének Horváth András lányai. Februárba került a Tevához, előtte utánpótlás csapatokat edzett. Mennyire más egy felnőtt csapattal a munka? Sokkal másabb. Ugyanúgy apróságokba próbálunk belemenni technikailag, fizikális felkészítésben is, mint utánpótlás vonalon, hiszen ahogy látjuk, sok a fiatal, és sokat kell velük dolgozni, de az öregeknek, az idősebbeknek is ugyanúgy vannak technikai apróságok, amiken lehet változtatni, lehet javítani, ezáltal talán még jobbak lesznek. A bajnokság végére mi a cél? Ez a 13-as győzelmi széria hogy változtatta meg a csapat pszichológiáját? Hát azért az alapszakasz az még nagyon messze van a rájátszástól. Természetesen szeretnénk a lehető legmagasabb helyen végezni, a lehető legelőrébb, akár az alapszakaszban is. Egy kicsit talán könnyebb ellenfelet kapni a rájátszásban. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert tényleg nehéz jósolni. Idén az alapszakaszban és a Magyar Kupában is veretlenül menetelnek a gödöllői röpislányok. A sikerszéria értékét tovább növeli, hogy az idény elején a szakértők minden idők egyik legkiegyensúlyozottabb mezőnyét vizionálták. Ez egy rendkívül kiegyenlített bajnokság a tavalyihoz képest. Az elején nem tudtuk, hogy lesz-e kiugró csapat, nem, ki hova igazol, nagyon megváltozott a mezőny. Gödöllőn milyen változások voltak a csapatban? Hát itt is sok távozónk volt, helyükre csak és kizárólag fiatalok érkeztek, 17-18 évesek, akik egy része ide is költözött, tehát Szombathelyről érkezett, illetve Miskolcról, van, aki Budapestről jár ki, tehát rendesen átalakult a csapat. A magja megmaradt a tavalyi kezdőnek, ez nagy segítség, hiszen ők egymást már ismerik, viszont hozzájuk fel kell építeni a fiatalokat, illetve az érkezőket. Széles Petra ehhez a maghoz tartozik, és immár 10 éve a gödöllői röplabda csapat meghatározó játékosa, 3 éve csapatkapitánya. A legmerészebb álmaimban se gondoltam volna, hogy ilyen jól fogunk kezdeni, remélem, hogy továbbra is ki fog tartani ez a siker, és annak meg másrésztről nagyon örülök, hogy ilyen kiegyenlített lett a bajnokság, és hogy a magyar csapatok elkezdtek ugye külföldről is játékosokat beújítani, meg hogy a csapatok anyagi háttere is rendeződni látszik. Milyen emlékek fűznek a városhoz, illetve a Tevához? Hát a Tevához annyi, hogy ott voltam szakmai gyakorlaton, amit nagyon élveztem, de igazából csak 3,5 hónapot voltam ott. Aztán ugye visszatértem a röplabdához, de elég kimerítő volt együtt a munka is, meg a sport is. Gödöllő, meg igazából egy kisváros, én nagyon megszerettem. A további életemet is el tudnám itt képzelni igazából, nagyon szeretem. A 24 éves Csengeri Petra a rutinosabb játékosok közé tartozik a rendkívül fiatal átlag életkorú Teva csapatában. Tapasztalatával és játéktudásával az ifikorú játékosokat is segíti. A minimális cél az a 4 közé jutás volt minden évben. Az, hogy most ennyire jól sikerült a szezon eleje, hát azt szerintem mindenképp köszönhető az új edzőnek, az új edzés módszereknek, az, hogy tényleg több oldalról van felépítve az egész, és nagyon jó a csapatközösség, ami szerintem szintén előre viszi a csapatot, a sikereket. Ezekről az új edzésmódszerekről beszélnél, hogy miben változott Horváth András irányítása alatt a csapat? Hát azért hadititkokat nem szeretnék elárulni. Szerintem nagyon jót tett mindenképpen a szerkezeti váltások, a fiatalítások. A fiataloknak nagyon jó lendületet hoztak a csapatba, és nagyon gyorsan sikerült beépülniük. Mi pedig próbáljuk őket tanítgatni, meg vinni a vállunkon a csapatot, mint felnőttek. Szakmári Gréta szélső ütőként a gödöllői csapat egyik legeredményesebb játékosa. Teljesítménye elismeréseként az 1987 után EB szereplés jogát kivívó magyar női röplabda válogatott szűk keretének is tagja lehet.
Mi előzte meg ezt, hogy ilyen gyönyörű sikerszéria közepén vagytok? Hát nagyon örülünk neki természetesen. Hát, hogy mi előzte meg? Hát az augusztus, a felkészülés. Nagyon hosszú volt, nagyon nehéz volt, de hát úgy néz ki, hogy ennek megvan az eredménye. Most három férfi edzőnk van, akik fiatalok, hajtósak. Voltak reggeli futóedzéseink, terembeli edzések, konditerembe jártunk, szóval el voltunk havazva, minden szépen jóval. A befektetett munkának tehát megvan a gyümölcse. A lányok azonban továbbra sem lazíthatnak, hiszen a bajnokság végéig még rengeteg nagy csatát kell megvívniuk azért, hogy az álmuk megvalósuljon és megnyerjék Gödöllővárosának a bajnoki címet. A körülmények adottak, a csapat összeállt, és még a vezetőedző Horváth András is bizakodó. Mik a távlati céljaid itt a Tevánál? Én szeretek itt dolgozni. Most már egyre jobbak az adottságok, egyre jobbak a lehetőségek. A klubnál dolgozik egy remek másodedző, illetve az utánpótlással is jó a kapcsolatunk, illetve a kondicionális fejlesztésben is van egy segítőnk, aki heti rendszerességgel jár ki a lányokhoz és dolgozik velük. Bajnokság végére mi lenne az álom kategória? Hát természetesen az aranyérem az álom kategória, hát reméljük, hogy ehhez minél közelebb kerülünk.